Üdvözlöm Önöket! Egy ködös szerdai napon, magyar idő szerint délután 3 óra 17 perckor, éppen ma 70 évvel ezelőtt legendás futballmeccs kezdődött. Az aranycsapat a londoni Wembley stadionban 6-3 arányban győzte le, a hazai pályán akkor már 90 éve veretlen angol válogatottat. A mai M5 históriában annak járunk utána, mi volt a politikai, történelmi háttere az évszázad mérkőzésének. Tartsanak velünk! Marx Éva utána jár, miért tekintettek világrendek összeütközéseként a 70 évvel ezelőtti meccsre. Megnézzük, hogyan őrzik az aranycsapat legendás játékosainak emlékét. Kassai Kata pedig bemutatja, hogyan jelent meg a 6-3 sikere a magyar és a nemzetközi sajtóban. Rákosi Mátyás külön engedélyével kötötték le a 70 évvel ezelőtti Anglia-Magyarország labdarúgó mérkőzést, amelyet mindkét oldalon előszeretettel tálaltak világrendek összecsapásaként. De vajon milyen politikai kockázatokat rejtett a meccs? Ezzel kezdünk. Az aranycsapat egy nemzedék meghatározó élménye. Puskás lő, ragyogó lövés, remek védés! Az aranycsapat modern magyar mítosz. Gól, gól, gól! A pályán legyőztük a kapitalizmust. Telített lelátók, 105 000 néző, az évszázad meccse. Egy olyan meccs, ami mindkét fél számára maradandó élmény. Egy olyan meccs, amelyet a magyarok nem láthattak, csak hallhattak, mégis mindenki ismeri. Lássuk, mitől vált legendássá az 1953-as mérkőzés. Világra szóló sportsikert arattunk Londonban. Az angolok az 50-es években a futballról pont ugyanazt gondolják, mint napjainkban, vagy 100 vagy 200 évvel ezelőtt a világ bármilyen kérdésére ők találták fel. Nekem nagyon érdekes volt szembesülni azokkal a korabeli angliai újságcikkekkel, amelyek akár már a mérkőzés előtt olyan árnyalatban tüntették fel a közelgő eseményt, hogy ennek politikai tétje is van. Az sem volt önmagától való, hogy ez a meccs egyáltalán létrejön, hiszen olyan erős volt a szembenállás. 1952-ben a magyar válogatott megnyerte a Helsinki olimpiát. A mérkőzésnek az első felvetése akkor történt meg. Az Angol Szövetségnek a főtitkára vetette fel, hogy mi lenne, hogyha összehoznának egy ilyen mérkőzést. A kijutási körülményekről több tényező is döntött. Állítólag Rákosi még Moszkvába is telefonált az ügyben, de talán a legjelentősebb szerep Sebes Gusztávnak, a szövetségi kapitánynak jutott. Ő tudta azt, hogy egy ilyen megkeresés az bizony érzékeny lehet, és Rákosi Mátyás berendelte magához, miután ő ezen a svájci értekezleten igent mondott a felkérésre, és tulajdonképpen számon kérte, hogy hogyan lehetett ezt elfogadni, és egyfajta garanciát kérte arra, hogy ennek nem lesz negatív hozadéka. Azért aztán nem csak Budapesten, hanem Moszkvában is összehúzott szemmel nézték, hogy ez a londoni meccs ez létrejön-e, de aztán végül valahogy rábólintottak erre a meccsre, és közben meghalt Sztálin. Egy picit enyhültek a dolgok, hát hogy más nem mondjak, ugye Magyarországon is Moszkva azonnal leváltotta Rákosi Mátyást, és a miniszterelnököt már Nagy Imrének hívták, hát a párt élén még ugye Rákosi maradt. A mérkőzésen volt egy ilyen diplomáciai fricska, amelyet aztán utólag valahogy elsimítottak, nevezetesen az, hogy a Wembley stadionban a magyar zászlót nem az aktuális zászlóváltozatban rakták ki. A zászlónak a közepén a sarlókalapácsos vöröscsillagos címer helyett a horthy korszakban használt kis címer volt látható, koronával, osztottmezős megoldással, és hát erre persze akkor ott sokan felfigyeltek, hogy lehetséges. A meccs nagyságára ráerősít a két világrend összecsapása, de nem csak a keleti blokk és a nyugat összecsapását szimbolizálja a 6-3, két különböző futballkultúra összecsapását is. A grundfoci az két részből áll, egyrészt a dualizmus után felépülő és aztán a II. Világháború miatt maradó fokhíj telkeken beindul a környékbeli fiatalok futballozása. Nem tudnak más csinálni, mint futballoznak. De mivel futballoznak? Mivel játszanak? Rongylabdával játszanak. Mi az a rongylabda? Hát szegény gyerekekről van szó, azért elhordják, elvásik a ruha, és ami éppen nem kell, vagy amit éppen elcsennek, vagy amit éppen találnak, azt egy rossz harisnyába bedugiszálják, és próbálják kör alakúvá tenni. Mi a mentalitás, ami a rongylabdával, a grundon, a hosszú délutánokon kialakul? Hát a fitoktatás, a legénykedés, a cselezés, a huszárkodás, az a csibészkedés, hogy én jobban kezelem a labdát. Ez a durr előre, fuss utána. Ez egy teljesen más, mint a visszahúzós csel, a lapos passzok és az egész pályát folyamatosan bejátszó totális futball vagy örömfoci. És milyen volt a magyar előkészület? Hogyan edzettek? Például a londoni ködre úgy készültek, hogy a Margit-szigeti Nagyréten, ahol a nagyszálló mellett edzett a csapat, a nagyszálló volt a bázisa ilyen edzőtáborozások során sok esetben. Szóval ott a réten filmgyárból hozott ködgépekkel mesterséges ködöt teremtettek, hogy a londoni időjárási viszonyokra és a várható ködre is felkészüljenek. A mérkőzés előtti hetekben pedig az edzések során, amelyeket egyébként a Népligeti építőpályán tartottak, a pályát kiszélesítették direkt a Wembley stadionnak a méreteire. Más volt a labda, más volt a cipő, más volt a mez, más volt a pamutfőső, tehát egy rákosi címer a maga eklektikus kinézetével a kifakult piros mezeken nézett szembe a dicsőséges három oroszlános mezzel. És borzasztó nagy volt a különbség szellemi szempontból a magyar játékosok javára, mert hogy a futball az egy olyan játék, ahol az igazán profik, az igazán jók, és azok, akik igazán szeretik ezt a játékot, magát a játékért, azok többet használják a fejüket, mint a lábukat. Tehát akkor a harcmodorukat is építette az, hogy hátrányban voltak tulajdonképpen? Ez a mindenkori gerilla hadviselésnek a lényege, hogy egy kisebbségben lévő csoport hogy tud megverni egy felszerelésben, létszámban, kiképzésben, utánpótlási vonalakban, adott esetben presztízsben nagyobb erőt. Anglia a 6-3-as vereséggel egy ilyen történelmi kudarcot szenvedett. Az biztos, hogy érzelmileg nagyon nagy sokkot jelentett az, hogy a magyar válogatott Londonban, a Wembleyben, az angol futball szentélyében legyőzte a hazai csapatot. És az egész világ tátott szájjal nézte a magyarokat, és mindenki tőlünk akart futballozni, tanulni. Ez bizonyára nem lett volna így, ha nincs a 6-3. Nem egy legkisebb király. Persze Puskás a mitosz, meg ő a legnagyobb, a legkisebb királyfiak közül, de hát azért jegyezzük meg, hogy a pályára lépő klasszikus 11, akiknek a neveit úgy szoktuk sorolni, mint a hétvezérnek a neveit, ez is egy különös egyezés, azért ebben a klasszikus keretben összesen, hát majdnem fél tucat klasszik játékos és világszintű játékos volt. Óriási hatása volt a vereségnek az angol futball fejlődésére. Elég hamar rájöttek arra, hogy tanulniuk kell a mérkőzés tapasztalataiból. Több olyan klub is volt, amelynek az edzőjét meghatározó élményként érte ez a mérkőzés, és próbálta a saját csapatának a játékmódszerébe beépíteni azokat az elemeket, amelyeket az Aranycsapat játékában látott, akár az 4-2-4-es hadrendet, akár a labdás játéknak a fontossága. Amikor én voltam kisgyerek, az a 70-es években volt, nagypapáméknak például volt egy olyan terítőjük, amire a Szepes Bélának a híres 12 karikatúrája szépen körben a nagypapám még terítőjé meg volt, és amikor én 4-5 évesen ott bókláztam, akkor a nagyapám szépen így vitt körbe az asztal körül, az ott a Puskás, és akkor szépen tanítgat, így aztán ezt én pontosan tudtam. Az Aranycsapat 4 évig tartó veretlensége 1954. július 4-én véget ért. Bár a svájci világbajnokságon nem szerepeltek jól, akkor még nem lehetett tudni, hogy a forradalom és az azt követő díszítálások után a legendás 11-es végleg széthullik. Az Aranycsapat ezen felállásban utoljára 1956. október 14-én lépett pályára Bécsben. Puskás javaslat, a Puskás felemeli, Hidegkuti lőtt, gól! Nem van a 6. Grosics Gyula az Aranycsapat legendás kapusa, 86-szoros magyar válogatott, akit a szurkolók csak fekete párducnak becéztek. Vendégem a stúdióban a lánya, Grosics Edina, a Grosics Alapítvány alapítója. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok, szeretettel üdvözlök minden kedves nézőt. lassan 10 éve, hogy az édesapja elment közülünk, és bár a pályán nem láthatta őt játszani, azért a legendás 6-3-ról biztosan mesélt önnek. Milyen volt a felkészülés az összecsapás előtt? Milyen volt a hangulat az öltözőben? Ó, nagyon sok mindent mesélt nekem is személyesen, természetesen. Én mindig kérdezgettem őt, hogy volt, s mint volt, hogy élte meg ezeket a dolgokat, úgyhogy sok emlékem is van, mintha én is végigélhettem volna ezt. Úgy tudom, illetve ő azt mesélte, hogy a harmadik gól után, amit Puskás öcsi bácsi rúgott be azzal a bizonyos visszahúzós csellel, hogy annyira bravúros volt, hogy ő akkor már a zsigereiben érezte, hogy meg fogják nyerni a meccset, és ő ezt egy ilyen cigánykerékkel fejelte meg, és azt tette hozzá, hogy ő soha előtte és ezután se nem vetett cigánykereket. És hát nem csak az itthoni fogadtatás, hanem már maga a hazaút is ugye egy valóságos diadalmenet volt, mert hogy az a gyors vonat, ami hozta az aranycsapatot, több európai városban is megállt, és hát mindenhol ünnepelték őket. Igen, édesapám mesélte, hogy ez egy fantasztikusan felemelő élmény volt, hiszen Európa szerte ünnepelték őket. Azt mondták, hogy megvertük az angolokat, Európa győzött, és mindenhol pozitív szeretetet kaptak, és tényleg itthon is fantasztikus volt. Úgyhogy ennek örömére 2011-ben a Nyugati pályaudvaron a MÁV átadott egy külön kiadású szerelvényt, amin az aranycsapatnak, a tagjainak a fényképe szerepelt, és ezt volt szerencséje az édesapámnak még dedikálni, tehát hogy aláírták Buzánszky Jenő bácsival együtt. Ők voltak az utolsó 2 élő tag. Egyébként ezt hozzátenném, hogy a szám szerint az 1-es és 2-es játékos, akik, hogy ez milyen sorszerű, hogy ők maradtak így hátra. Tehát nekik volt egy közös múltjuk is, ugye a közös dorogi illetőség. Az édesapám ott is született, a Jenő bácsi pedig 47-től futballozott. Igen, ők talán ott egy szezont együtt is játszottak még dorogon. Egy fél évet, igen, együtt játszottak, és utána sokszor hallottam őket élcelődni, hogy sőt, a Jenő bácsi mesélte, hogy egy évekig tartó, ő így fogalmazott, hogy purpárlé volt köztük, miután, hogy ki az igazi dorogi. Igen, időskorukban is olyan szeretettel tudtak civakodni. Igen, érződött igen. Az a sok éves emlék és élménycsomag, amit ők megéltek együtt. Erre az apukám mindig azt mondta, hogy Jenőkém, te csak egy bevándorló vagy. Igen. Ugye az évszázad mérkőzésének az idején, 53-ban az édesapja már 6 éve a válogatott tagja volt, ugye 47-től kezdődően, de azért az ő profi pályafutásában voltak megszakítások is a Rákosi korszakban. Ugye 49-ben a diszidálási kísérlet után egyenesen az Andrássy út 60-ba vitték, de 54-ben is az elveszített VB döntő után ugye meghurcolták őt. Mit mesélt erről ő? Hogyan élte meg mindezt? Hát ez nagyon sokszor előjött. Sajnos olyan traumák érték, amiket tényleg a halála napjáig nem tudott igazán feldolgozni, és sokszor mondta, hogy ilyen pillanatképekkel álmodik, illetve ez napi szinten előjött nála. Hát olyan félelmeket élt meg, ugye az akkori rezsim megpróbálta egy kémkedési ügybe belekeverni őt, és tárgyalás sorozatokkal, kihallgatásokkal töltött hát 1,5-2 évet, úgyhogy eltiltották a válogatottól is, sőt klubnál se játszhatott egy darabig. Köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm én is. A mai adásban nem csak itt a stúdióban beszélgetünk a legendás játékosok rokonaival, az aranycsapat tagjainak hozzátartozóit a lakóhelyükön, Tatabányán és Komáromban is felkerestem. bárhová mentünk, a civil életben, csak sétáltunk az utcán. Jó napot, Bozsik úr, szervusz, cucukám. Azt a szeretetet, tiszteletet lehetett érezni, ami nem is biztos, hogy most a 100-szoros válogatottnak szólt, hanem talán pont annak, hogy ő ezt ilyen alülröktől mentesen, szerényen és csendesen viselte. Bozsik József az Aranycsapat legendás jobb fedezete, akit a sportsajtóban Bozsik 2 néven is emlegettek, a játékostársak pedig bizalmaskodva csak cucnak szólítottak. Ráemlékezünk ma itt, Tatabányán. Pályájának legfényesebb pillanatait és az angolok elleni diadalmas mérkőzést pedig fia, Bozsik Péter segítségével idézzük fel. Az együttlétünk az szinte egyértelműen a futballhoz kötődik, tehát gyerekfejjel is 6-7-8 éves lehettem, amikor ő a Honvéd edzője volt, és egyszer-egyszer kivitt magával a pályára. Abszolút a sport, és azon belül is a foci volt a number one, és az uralta le a mindennapjaimat és a gondolataimat. Azokat az összefüggéseit a történetnek, amit felnőtt fejjel az ember már ért, és emiatt jobban bele tudna kérdezni, ezeket gyerekfejjel még nem értettem. Egész egyszerűen felfogtam azt, hogy a világ egyik legjobb csapatában, hanem a legjobb csapatában játszott, a világ egyik legjobb, ha posztján talán mondhatjuk, hogy a legjobb játékosa volt, 100-szoros válogatott, azt hiszem talán a világon ő volt a második, aki ezt a számot elérte, de nekem ez természetes volt, és ebből kifolyólag nem volt azért ez napi szinten otthon téma. Ugye azért az sportsikerekről szólt, de azért az ugye egyéb tekintetben nem volt egy könnyű időszaka Magyarországnak. Talán egy picit ez is oka volt annak, hogy kevesebbet sztorizott és kevesebbet mesélt, mert hát azért nyilván érintett volna olyan témákat, amit egy 12-3-4-5 éves gyereknek még nem feltétlenül kellett tudnia. Cibor Zoltán életéről készült már könyv, film, sőt musical is. Az Aranycsapat balszélsőjére, egyik legnagyobb sztárjára rongylábúként és bolondként is hivatkoztak, persze csupa szeretettel. De vajon hogyan emlékeznek rá itt Komáromban, honnan származik, és ahová a Barcelonában töltött évtizedek után 1990-ben hazatért? Erről már az unokaöccse mesél. A nagymamámnak volt a testvére, egész közeli rokonságban voltunk. Amikor Barcelonából hazajött a betegsége miatt, kisgyerek voltam, és 1-2 képkocka maradt meg. Talán amikor itt az udvaron cselezgettünk, így próbáltam focizni, azon kívül nem sok mindenre emlékszem. Ő nem mesélt sokat, ő nem szeretett felvágni ezekkel a dolgokkal. Ő a pályán mutatta meg igazából, hogy mit tud. Zoli bácsihoz sokat jártunk édesanyámmal ápolni, amikor már beteg volt. Volt, amikor én nem is mehettem. 9 éves voltam, amikor elhunyt. Az évszázad mérkőzésének az idején, hogyha jól számoltam, akkor az édesapád 28 éves volt. Nem volt könnyű élete egyébként, nagyon nehéz gyerekkora volt, 5-en voltak testvérek, egyszerű munkás családból származott. Én azt gondolom, hogy a futball adta meg neki azt a kibontakozási lehetőséget, ami által ő ki tudott törni. Talán korát megelőzve is egy abszolút profi mentalitású játékos volt. Nagyon figyelt az étkezésre, nagyon figyelt minden olyan körülményre, ami a sport teljesítményét fokozhatja. Súlya volt, talán ez a legjobb kifejezés, hogy ritkán szólalt meg, de hogyha valamit mondott, annak volt ereje. Szerintem ez volt a jellemző rá fiatalon is, középkorban is, hát az időskort azt nem élte meg. Ő sokat volt itt, meg ez volt neki az otthon. Mesélték, hogy amikor hazajött Zoli bácsi ide, akkor ott aztán voltak nagy tracspartik, iszogatások. Nagyon felvágták a nyelvét, hát odaszúrtam mindig a szavakat. Nagyon hasonlítom mamámra. Mamám is nagyon tisztelte, nagyon felnézett a bátyjára. Nagyon sok mindent össze is gyűjtött róla. 100 000 néző hangja zúg, amikor kijön az Wembley stadion zöld gyepszőnyegére a magyar és az angol válogatott. 1953. november 25-én Bozsik József focirajongók százezreinek okozott felejthetetlen pillanatokat. A meccs 52. percében a 16-oson túlról a kapu jobb oldalán a léc alá lőtte a labdát. Röviden gólt rúgott, nem is akármilyet. A magyar válogatott 5. gólját az évszázad mérkőzésén. Újra Bozsik elé kerül, Bozsik lő, gól! Óriási, csodálatos gól! Ez az öreg londoni bácsi bizony már sok gólt látott életébe, de ilyen szépet még talán soha. 6-ból 1 gólt az édesapádnak köszönhetünk. Igen, 4-2 volt a mérkőzés állás, az angolok eléggé nyomtak, a miénk egy kicsit fáradtak már a második félidőben, és jókor jött ez az 5. gól, amire talán mondhatjuk, hogy végleg lezárta a mérkőzést. Egy olyan 18 méterről így kilőni a jobb felső sarkot, azokkal a labdákkal, azokban a cipőkben, azon a pályán, én szerintem az megsüvegelendő. Mit tudsz az ünneplésről? Az angolok úri emberek voltak, ők természetesen boldogok. És szerintem egy nagy megkönnyebbülés volt az ő számukra az, hogy ezt a meccset meg tudták nyerni, és valósággal szintet lépett akkor a csapat. Itt a sporttelepen van egy emlékszoba is. Itt van a ház, illetve ezen a képen is megtalálható a Cibor család, többek között a nagymamám, az alsó képen pedig bácsi. Az emlékszobának ez a része az évszázad mérkőzését is felidézi, de ahogy itt körbenézek, nagyon sok kiállított tárgy is van. Ezek az erekék nagy része, nem mondom, hogy minden, de nagymamámtól, illetve édesanyámmal együtt ajánlották fel a sporttelepnek, vagyis hát Komárom város múzeumának, és ők itt állították ki. Van itt esetleg olyan tárgy is, amire emlékszel a gyerekkorodból? Igen, vannak itt olyan tárgyak. Ez az óra például ott volt a lakásunkban. Nem is tudom. Hát illetve az a karikatúra kép, a FC Barcelona csapata. Ezt ajándékba kaptam. És hát a felvételen kívül azt mondtad, hogy az óráját pedig a karodon viseled, azért ez se sem. Hát nem viselem a karomon, de most a találkozásunk kedvéért felvettem. Tehát ez még az eredeti szíjjal és... Eredeti szíj, igen, és működik. Ezek a képek pedig ugye akkor készültek, amikor Zoli bácsi végleg hazaköltözött. Igen, igen. Itt pedig már az Aranycsapat többi tagja megöregedve. Grosics Gyula, Hidegkuti, Puskás. Hát Puskás nem volt a kedvence, de azért jó cimborák voltak. Nagyon szerette azt a csapatot, amelyik ugye 56-ig együtt volt. Nagyon jóban volt ugye az öcsi bácsival, ezt tudjuk, hogy gyerekkori barátok, lehet, hogy nem ettek egymás kenyeréből, mert voltak azért nézetkülönbségek nyilván, de amikor kifutottak a pályára, akkor a közös cél az mindig összerakta a csapatot. Komárom városa is nagyon sokat köszönhet Zoli bácsinak. Igen, hát ezt a sporttelepet is, hát a neve is elárulja, mert Cibor Zoltán sporttelep. Amikor hazajött, ő alapította. A fiatal generációknak a foci tudását fejleszteni szerette volna, és ez szerintem sikerült is. Nagyon kevés ember mutatja el, hogy van egy ilyen közeli hozzátartozója. Büszke vagyok Zoli bácsira, és hihetetlen, amit elért az életében. Mindig elérte azt, amit kitűzött magának, és mindig is Magyarországot tekintette hazájának, mindig Komárom volt neki az otthon. A sportbeli sikerek azok azért egy nemzetnek mindig adnak egy plusz töltetet. És akkor egy kicsit úgy büszkébben sétálgathatunk a kolozsvári, a kassai, vagy éppen az ungvári utcán, mert nyert a magyar válogatott. Gól! Bizony Londonban senki sem gondolta volna, hogy ilyen nagy arányú lesz a magyar vezetés. A stúdióban az Aranycsapat jobb hátvédjének fia, ifjabb Buzánszky Jenő a vendégem. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok mindenkinek! Jenő bácsi már idős korában gyakran mondogatta, hogy ő Gabriel Arkangyallal 100 évben állapodott meg. Végül mégis 89 évesen 2015-ben csatlakozott az égi Aranycsapathoz. Milyen volt az ő fiaként felnőni, egy ilyen legenda fiaként? Én úgy gondolom, hogy én mindig nagyon büszke voltam arra, hogy kik az én felmenőim. Ugyanakkor ugye ez egy nagyon, nagyon nagy teher is lehet az ember vállán. Én úgy gondolom, hogy én gyerekként is próbáltam mindig úgy viselkedni, úgy élni, hogy méltó legyek arra, hogy én vagyok a következő Buzánszky Jenő, és hogy édesapámra ne hozzak semmilyen téren szégyent. Gyakran volt egyébként családi körben téma futballkarrierje az édesapjának? Sokat mesélt ő otthon is? Hát az az igazság, hogy ugye az élet minden területén mesélt a futball karrierjéről, mivel hogy ugye ez volt az élete. Ugye aktív karrierje után ugye edzőként is ugye valamit letett az asztalra, és később ugye mikor ez a úgynevezett hakni korszak volt, és országot, világot járták élménybeszámolókkal, ugye akkor gyakorlatilag a hét minden napján ugye szóba került akár az 54-es világbajnokság, akár a 6-3, és ezek a fontosabb mérkőzések. Azért a fiának biztosan mást is elárult, amit esetleg a nagy nyilvánosság előtt nem. Az évszázad mérkőzésről hogyan mesélt önnek? Az az igazság, hogy nekem mindig azt mondta, hogy gyakorlatilag meccs után közvetlenül ő nekik ez nem tudatosult, hogy ez egy mekkora nagy világszám. Ugye azt mindenki tudta, hogy az angolok hazai pályán ugye 90 éve veretlenek, de az, hogy ennek a későbbiekben milyen jelentősége lesz, hogy az évszázad mérkőzésének fogják ezt az egészet nevezni, ez akkor szerintem senkiben nem játszódott le. Ő ugye klubcsapat szinten Dorogon játszott, a Dorogi Bányászban, innen is került be a válogatottba. Az, hogy az Aranycsapat egyetlen vidéki játékosa volt, és így vált alapemberré, az jelentette bármiféle hátrányt, megkülönböztetést a játékostársak között? Hátrányt, amikor már ugye válogatott lett, akkor ugye én szerintem nem jelentett. Az, hogy vidékről nehezebb volt egy fővárosközpontú válogatottba bekerülni, ott lehetett némi hátszél, és gyakorlatilag ő mindig büszke volt arra, hogy betelepült dorogiként gyakorlatilag egy stabil tagja tudott lenni éveken keresztül a válogatottnak. Hátvédként ugye értelemszerűen nem ő rúgta a gólokat, ezért talán nem ő volt az Aranycsapat legismertebb embere, viszont állítólag nyilatkozni, beszélni, azt tényleg nagyon jól tudott. Ugye a 6-3-ról is egy interjúban úgy nyilatkozott, hogy megtettük, amit megkövetelt a haza. Mik voltak az ő legfontosabb erkölcsi tanításai? Mert azért nagyon sok ilyen tanácsot is megfogalmazott ő a fiatalabb generációk számára. Így van, a fiatalok körében ő nagyon népszerű volt. Nagyon sok ilyen alaphitvallása volt neki, például az, hogy ugye a sport ugye mindig alázatra tanít, és hogy a tehetséggel lehet élni és visszaélni, és ezek mentén élte ő egyébként az életét. Ő mindig nagyon büszke volt a magyarságára, illetve az, hogy a későbbiekben ugye gyakorlatilag annak szentelte az életét, hogy a magyarság tudatot erősítse, illetve az, hogy a határon kívüli magyarsághoz eljutassa azt az üzenetet, hogy nincsenek egyedül, és gyakorlatilag ugye az Aranycsapat sikereinek az volt az egyik hozadéka, hogy ugye a háború sújtotta Magyarországot, mindig egy kicsit magasabb polcra tudta felhelyezni, és ő mindig azt mondta, hogy ha más nem, akkor azért érdemes volt játszani, hogy a magyar himnuszt, illetve a magyar zászlót felhúzzák. Ők ezért küzdöttek, ők nem az anyagi javakért. És hát Jenő bácsi népszerűsége az elszakított területeken talán Puskás Ferencével is vetekedett, emellett ugye az utánpótlás is egy nagyon fontos ügy volt a számára. Ön hogyan igyekszik továbbvinni ezt az örökséget? Én ugye ebbe a szellemiségbe nőttem bele. Ugye említettem itt, hogy ezek az élménybeszámolók régebben. Én gyakorlatilag óvodáskorom óta az autó hátsó ülésén nőttem föl ezeken az élménybeszámolókon. És most, amikor édesapám már beteg volt, illetve meghalt, akkor utána ez magától értetődött, hogy ezt a kvázi munkát, amit ő végzett ugye a magyarság ügyében, hogy ezt folytatni kell, és van rá igény. A halála után én úgy gondoltam, hogy én nem fogom érdekelni az embereket, mert miért is érdekelném, hiszen én nem vagyok sem olimpiai bajnok, se ezüstérmes a világbajnokságon, és azt kellett tapasztalnom, hogy igenis a mai napig van erre van erre igény, és az emberek igénylik azt, hogy ezekről a történelmi eseményekről a mai napig beszéljünk, hogy ezeket az érdemeket, ezeket mind elismerjük, és átadjuk egy következő generációnak. Én nagyon örülök annak, hogy az Aranycsapat témája belekerült a Nemzeti Alaptantervbe, és hogy az általános iskolás gyerekek ezt tananyagként is tanulják. A végére hagytuk, de nem menjünk el szó nélkül a kötet mellett sem, amit elhozott magával a stúdióba. Mit kell tudni erről a könyvről? Igen, elhoztam egy könyvet, ami én szerintem eddig nem nagyon került bemutatásra. Ez egy 1955-ös kiadású Magyar labdarúgás című könyv, amit a Nemzeti Csapat trénere Sebes Gusztáv jegyez, és volt 55-ben egy Szovjetunió-Magyarország mérkőzés, ami 1-1-el zárult, és ezt a könyvet édesapámnak dedikálta Sebes Gusztáv, a mérkőzés legjobb játékosának. Ez is arról tanúskodik, hogy milyen nagy megbecsülésnek örvendett az édesapja. Köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm szépen én is. 1953-ban a világsajtó magyar szavakkal és 11 magyar névvel telt meg. Ráadásul az angolok igen kreatívan adták jelét a döbbenetüknek. Kassai Kata címlap mustrája következik. Az 1953-as legendás 6-3 híre hamar bejárta a világsajtót. Most az Országos Széchenyi Könyvtár lapszámai között böngészünk, és megnézzük, hogy a korabeli sajtóban hogyan jelent meg az évszázad mérkőzése. A 6-3 ugye nem csak sporttörténeti esemény volt, hanem történelmi jelentőségű esemény is volt. Mi volt az általános hazai sajtó vélekedés a 6-3 sikeréről? A propaganda erőteljesen felhasználta ezt a győzelmet minden fronton, tehát azt láthattuk a következő napokban, hogy tele vannak a lapok ezzel, tehát nem csak a sportújságok, hanem a politikai lapok is címlapon hozták ezt az eredményt, és hát amellett, hogy a sporteredményt hangsúlyozták, igyekeztek folyamatosan kidomborítani azt, hogy a pártnak ebben mekkora szerepe volt. Nagyon érdekes, ugye a magyar válogatott napokkal korábban 2-2 játszott Svédországgal, Anglia pedig 0-0-ás Skóciával, és innentől kezdve kicsit visszafogta magát a sajtó, volt egyfajta bizonytalanság, hogy akkor mi lesz ezen a mérkőzésen. Az is nagyon érdekes, hogy az évszázad mérkőzése, ezt az angolok találták ki, hát ez az angol sajtó előrébb járt, mint a magyar. Nagyon érdekes, hogy a magyar sajtóban csak a mérkőzés után jelent meg először, hogy ez valóban az évszázad mérkőzése volt. Rövidesen megkezdődik. Az egész világ sportközvéleményének figyelme London felé fordul ezen a szürke novemberi délutánon. A politikai napilapok úgymond nem vettek erről akkora tudomást, hát a sport lapnak volt a feladata, hogy ezt propagálja kellőképpen ezt a győzelmet. Hát meg is tette, az Esti Budapest, ezt meg is mutattam el, hogy a diszkosság, az Esti Budapest az még a mérkőzés napján, ugye délután 3-kor volt találkozó, és este már kijött egy ilyen külön számmal. Riportok jelentek meg arról, hogy például a Rákosi művekben 60 hangszórót helyeztek ki az üzembe, és a dolgozók ott hallgatták Szepesi közvetítését, és közben egyre jobban dolgoztak, tehát ezt konkrétan leírták, hogy egyre jobb lett a teljesítményük. A magyar csapat játékosai azonban rajta vannak a labdát, újra Bozsik elé kerül, Bozsik lő, gól! Óriási, csodálatos gól! Stahanovistákról írnak, és ezt nagyon érdekes, hogy a futball összekötötték ebben az időszakban. Ugye úgy igyekeztek a labdarúgókat és általában az élsportolókat bemutatni, mint hogy ők élmunkások lettek volna. 6-3 mozgalmat hirdettek a 6-3-ot követően. Olyan cikkek jelentek meg a lapokban, hogy a mérkőzés közben hallgatják például a vájárok a bányában a rádiót, és ahogy hallják, hogy jönnek a magyar gólok, akkor elkezdenek sokszorosan teljesíteni. És december elejéig gyakorlatilag tele vannak ezzel a lapok, hogy felajánlásokat tesznek a dolgozók a győzelem tiszteletére, és többet termelnek annak örömére, hogy győzött a csapat Londonban. A magánéletét is egyébként a sportolóknak igyekeztek belefoglalni a propagandába. Igyekeztek megmutatni őket, mint az ilyen mintaadó szocialista embereket. Például Budai Kettő László anyák napjakor hogyan köszönti mondjuk az anyukáját. Térjünk vissza a dicsőségre, mert hogy itt ugye több lapot is látunk, például a Népszava és a többiek, akik viszont hősként állítják be a futballistáinkat. Ez egy világra szóló siker volt. Tehát ugye 90 éve nem győzte senki hazai pályán a Szigetországban az angol válogatottat. Ez egy olyan időszakot képzeljünk még el az 50-es években, amikor sokkal kevesebb volt az egyéb szórakozási lehetőségeknek a száma, tehát sokkal nagyobb jelentősége lehetett egy nagy eredménynek. Kis magyar örömünknél csak a világ elismerése volt nagyobb. 90 év után magyar rapszódia. Az 1953-as vörös ördögök nyöszörgésre késztették Angliát. Ezek pedig az angolok méltató szavai voltak az újságok hasábjai. Az angol sajtót tett rá arra, hogy ez az évszázad mérkőzése legyen. Teszem hozzá, ők magabiztosak voltak, meggyőződésük volt, hogy bár a magyarok nagyon jól játszanak és nagyon kombinatív futballt játszanak, de úgy gondolták, hogy a gólokat ők fogják szerezni. És az angol sajtó egyébként mennyire volt kíméletlen a saját hazai válogatottjával? Teljes mértékben. Tehát utána minden tekintetben hát szörnyűségeket írtak róluk, tehát azt mondták, hogy egy új korszakot kell nyitnunk. Miért volt akkoriban nagyon nagy szó, hogy a nyugati sajtó így felmagasztalhatott egy keleti blogban lévő országot, akár egy ilyen sportteljesítmény kapcsán? Egyedülálló volt ez, hiszen nyilván, ahogy zajlik a hidegháború a keleti és a nyugati blokk között, pozitív dolgokat nem ír egymásról a két blokk, és éppen a futball kapcsán tudott megjelenni valamilyen pozitív színben a nyugat számára Magyarország. Tehát, hogy ennek volt egy egyedülálló szerepe. Az angol sajtó, főleg meg a francia foglalkozott vele kifejezetten, kiemelten, ők abszolút a sport szakmai részét emelték ennek a találkozónak, és hát fejet hajtottak Puskásék előtt. A magyar sajtó nyilvánvalóan hát a kommunista érát éltük, ő felhasználta ezt a győzelmet, és a siker másnapján már arról írtak a lapok, hogy a magyar társadalom minden tekintetben erkölcsileg is fölé nőtt a kapitalista angol társadalomnak. Ez teljesen felbolytotta a magyar sajtót sport szempontból is. Egyébként a nemzetközi sajtót is abszolút megmozgatta ez, és mindenhol kiemelték, hogy ennek mekkora világra szóló jelentősége van. A Daily Mirrorban Dunai katasztrófát emlegettek az angol válogatottra vonatkozóan. A Daily Expressben magyarul jelent meg a címlap, illetve részben magyarul az Uramisten szó, ez megjelent például a címlapon. De például a svájci lapok, olasz lapok is foglalkoztak ezzel. Hát mindenhol bejárta ez gyakorlatilag nyugaton a sajtót, és hát kiemelték azt, hogy ez mekkora óriási diadal volt. A legfelsőbb polcra került ezzel gyakorlatilag ekkora magyar válogatott. Tehát a következő évben ugye jön a világbajnokság, és akkor már egyértelműen első számú esélyessé lépünk elő. Nekünk, magyaroknak ez egy nagyon nagy győzelem, és én remélem, hogy a mai 6-8 éves kisgyerekek is tudni fogják azt, hogy ki volt Puskás Ferenc, vagy Bozsik József, vagy Cibor Zoltán, mert fontos, hogy tudják, hiszen ezekre az emlékekre és ezekre a dicsőségekre tudunk építeni. Volt ennek egy visszavágója ennek a meccsnek, ami még csúfosabban sikerült az angolok részéről. Na, annak például volt-e valami más visszhangja? Az az érdekes, ugye, hogy az a 7-1-es visszavágó Budapesten a Népstadionban, az alapvetően gyengíti a 6-3-at, hiszen 7-1-es kiütés, esélyük nem volt az angoloknak. Az a 7-1 mutatta meg, hogy micsoda különbség volt a két csapat között, és nem vélt, hogy akkor az angolok is azt írták, hogy ha 10-szer egymás után játszunk a magyarokkal, akkor valószínűleg 10-szer ki is kapunk tőlük. Tehát kiderült 90 év után, hogy Anglia nem sérthetetlen, és hogy a magyar válogatott pedig tényleg egyedülálló. És hogy a 6-3 nem véletlen volt. Hát az nem. A történelemben mérföldkő, tehát nem feltétlenül vagyunk elhalmozva a magyar történelemben sajnos olyan pontokkal, amik... Tehát a fordulópontjaink sokszor inkább negatívak, de van egy olyan eseményünk, amiben végre tényleg büszkék tudunk arra lenni, hogy magyarok vagyunk, és meg tudjuk ezt élni. Az egy évvel későbbi visszavágó 7-1-es eredménye pedig már szintén történelem, s habár az nagyobb diadalnak számított, a magyar labdarúgó válogatottat mégis az 53-as Wembley-beli győzelem tette fel a világ futball térképére. Azóta is a kerek évfordulókon előszeretettel cikkeznek a hazai és nemzetközi lapok is a magyarok sikeres foci történetéről. Nem véletlenül lett november 25-e a magyar labdarúgás napja. Önök az M5 Históriát látták. Műsorunkat újra nézhetik a mediaclick.hu oldalon és a YouTube-on is. Kollégáim nevében is köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!